igaz, van akinél a munka bárra. Német azért maradhatott életben, mert elfogásakor még nem töltötte be 20. életévét. Német annak idején beismerte, hogy bűnrészes volt Gyulai Károly rendőr-törzsőrmester meggyilkolásában. Tehát Német István a gyilkos. A 20 évvel ezelőtti ítélethirdetés után Német István a szegedi csillagbörtönben húzta le büntetése javát. Fakultatív módon latint tanult, érdeklődött a természetgyógyászat iránt, megtanult orgonálni, teológiát hallgatott és vallásossá vált. Megtért? Hát én úgy érzem, hogy igen. Mitől? Azt hiszem a betegségem az, ami előidézte. Ezek szerint nem a bűntudat váltotta ki? Nem, olyan egyedül érzi magát az ember. Én legalábbis egyedül éreztem, és hát a Mencsvár más nem lehetett, csak Isten. Elég távol áll ez az áhítatos beszéd attól, hogy önt egy gyilkosnak ismeri a közvélemény. Igen, hát én úgy érzem, hogy elfogultak az emberek, mert hát azt mondják, ami hát 20 évvel ezelőtt történt, de hát az ott eltelt 20 év. Amióta kijött, volt már valaki, aki azt mondta önre, hogy maga gyilkos? Még nem volt erre példa, mert hát mindig olyan közegben voltam, hogy körülöttem voltak társak, akik mellettem álltak. A társ, aki Német István mellett áll, az az ügyvédje. Őt többször vádolták meg azzal, hogy nem önzetlenül pártolja Németet, hiszen megbízatása Német szabadulásával lejárt. Ám Soltészné dr. Nagy Katalin szerint az ő mindennapos támogatására igencsak rászorul Német István. A szabadulását követő sajtókampány, hatalmas érdeklődés az ő sorsa iránt, ami szükségessé tette, hogy mellette kell legyek. Ez nem azt jelenti, hogy kötelező erővel kellene mellette legyek. Én inkább már mint ember vagyok mellette, nem mint ügyvéd. A hirtelen sajtókampány rendkívüli mértékben megnehezítette az elképzeléseinket. Oda, ahova menni készült, nem mehettünk. Ott, ahol szeretett volna, nem dolgozhat. Hát az, hogy a média támad, az egy dolog. De. Neki ez a feladata. De nem is számíthatott jobbra, ha őszintén belegondol. Na így van, de hát egyszer, amiért én megkaptam a büntetésem is, az becsülettel leültem. Én úgy érzem, hogy a jogszabályok szerint fel vagyok mentve azon, amit elkövettem. Engem egy szadistának neveznek. Én nem tudom, hogyha egy kocsit vezetek, meg egy gödröt kiások, hogy lehetnek szadista. Milyen szerepe volt a gyilkosságban? Én csak a gépkocsit vezettem, és a gödröt ástam ki a rendőrgyilkosság esetében. Más esetben? Más esetben is. Engemet kényszerítettek a bűncselekmény elkövetésére, rábírása. A bűntársai barátai voltak? Igen, barátai voltak. Vissza tud emlékezni arra a napra, amikor végrehajtották rajtuk a halálos ítéletet? Hát igen, vissza. A rádió úgy 4 óra körül bemondta, hogy ekkor és ekkor a mai nap ilyen időpontban végrehajtották a halálos ítéletet. Hát megdobbant a szívem, hát csak barátaim voltak valahol. Még ha támadtuk is egymást a bíróságon, de akkor is úgy érzem, hogy hát én is védtem magam, ők is védték magukat. Mondja, amikor értesült később róla, hogy eltörölték a halálbüntetést Magyarországon, akkor jutottak eszébe a kivégzett barátai? Hát, igen. Megúszhatták volna ők is, és lehet, hogy most együtt lennének ki. Hát, valószínű, de szorosabb szálok biztos, hogy nem fűznének többet hozzájuk, kerülném társaságukat. Mennyire szakadt el ettől a várostól 20 év alatt? Mennyire más az, amit most lát, ahhoz képest, mint ami 20 évvel ezelőtt volt? Hát nem mondhatnám azt, hogy elszakadtam volna tőle. Tény is valahogy változott nagyon sok mindenben.
vannak új épületek, amik számomra ismeretlenek, de szerintem nem tévednénk el a mai nap sem. Mivel itt voltam 2 évig hivatásos gépkocsi vezető Pesten. A Budapest életstílusában lát-e valamilyen változást? Igen, észre lehet venni az embereken, hogy szinte mindegyiken tornacipő van, ami arról árulkodik, hogy hát igen, szegények az emberek. Mennyi pénzből kell boldogulnia? Hát 7000 forinttal szabadultam, ami hát az édes kevés a megélhetéshez. Még a gyógyszeremre sem elég. Mi a terve, hogy hol éljen a továbbiakban? Választaná ezt a nagyon nyüzsgő várost, vagy valami csendesebb helyszínre lenne szüksége? Csendesebb helyszínre lenne szüksége. Már kaptam különböző helyekről ajánlatokat, hát 10 körül. Hát leszeretném mindegyiket ellenőrizni, és akkor majd abból választani egy szimpatikusat, ami elfogadható számomra, és ott szeretnénk nyugodtan élni, és majd hát majd kialakul a továbbiakban a dolgok, hogy hogy és mi. Mi volt a száma oda bent? EF3348. Ez most már amíg él, tudni fogja? Hát, nincs kizárva, hogy nem tudom elfelejteni. Készült tudatosan a szabadulásra? Tehát ahogy teltek az évek, önben egyre erősödött valamilyen elhatározás? Hát 10 év után láttam egy pici csillagot, fényt, annak a reményében, hogy szabadulhatok. Hát mondom, hogyha 10 évet kibírtam, akkor nincs kizárva, hogy a másik 10-et is kibírom. Nem fél attól, hogy soha máshol nem lesz helye, mint lecsúszott vagy kinézett emberek között? Hát ez benne van a pakliban.